Elnök úr, sokan lottoznak itt Iváncsán, mert a foci csapat nagyon is szerencsés, azt gondolom. Hát igen, köszönjük. Szerencsések vagyunk, most 3 éven belül másodszor látjuk vendégül a Magyar Kupa mérkőzésen a Ferencvárost, de ez egy igazi foci ünnep itt Iváncsán. Mennyire boldult fel ismét a község, hogy jön a Ferencváros, hiszen azért nem olyan régen volt, amikor legutoljára itt jártak 2019 őszén. Így van, hát tetszik látni, teljes a forgatag, itt megáll az életük, összmondva sajnos ilyenkor, de hát ezúton is szeretnék elnézést kérni, akiknek ez kellemetlenséget okoz, de a futball szeretőknek úgy gondolom, hogy ez egy nagy ünnep. Van összehasonlítás arra, mikor a nagyobb az érdeklődés, amikor a Fradi jön, vagy amikor az Újpest? Hát a Fradinál sokkal nagyobb volt mind a két ízben az érdeklődés, mint az Újpest esetében. Milyen nehézségekkel jár az, hogyha jön egy ilyen nagy csapat Iváncsára? Hát itt a központban elfogy az összes parkolóhely, nehézé teszi a közlekedést, ugye 1000 embert lekezelni az rendőrségnek, biztonsági szolgálatnak és sem egyszerű. Hát van azért vele. És milyen előnyökkel jár? Hát Iváncsa felkerül Magyarország, vagy ott van Magyarország térképén, de legalább hallatunk magunkra, ez egy kis település. Bevételre is számíthat a klub, amikor jön a Ferencváros? Igen, abszolút, ilyenkor jobb a bevétel, mint egy sima bajnoki mérkőzésen mondjuk. Emlékszem azért legutóbb, amikor az Újpest ellen játszottak még 2020-ban, akkor volt olyan szurkoló, aki azt mondta, hogy előtte éve volt itt a Ferencváros, hogy most már jó lenne olyat kapni, aki ellen tovább is jutunk, de úgy emlékszem, hogy a következő évben is egy NB1-es csapat jött, tehát aztán ott nem a Fradi, meg nem az Újpest. Jobb lenne egyébként, ha kicsit tovább menetelne az Iváncsa kupába, vagy jó ez így? Hát szeretnénk mindig legmesszebb, legtovább eljutni. Úgy gondolom a Gyirmót elleni továbbjutásunk is már egy nagy siker, nagy eredmény volt. Hát ugye a sorsolásnál a sors keze, nem tudunk beleszólni, tehát sodródunk az árral. Jó, hogy kitért a Gyirmót elleni mérkőzés, ez nagy meglepetés volt, hogy 3-0-ra is vezettek az NB2-es volt NB1-es csapat ellen, az hogy élte meg azt a meccset? Hát nagyon boldogok voltunk, mert úgy gondolom, hogy ez egy igazi nagy siker volt, nem gondoltunk akkor sem a továbbjutásra, mert egy nem várt eredmény született, úgy gondolom. Térjünk egy kicsit ki a mindennapokra, és az NB3-ban szerepel a csapat. Vágynak egyébként feljebb az NB3-nál, vagy jó ez a stabil pozíció ebben a ligában évről évre? Hát inkább az utóbbi mellett szavazunk, tehát stabil NB3-as csapatot szeretnénk alkotni a jövőben is, tehát ez az elképzelésünk. Lett volna már 2 éve lehetőségünk feljutni, de hát sem a pálya nem volt alkalmas az NB2-es mérkőzésekre, sem az anyagi vonzatát nem tudtuk volna megoldani. Ugye a hétvégén éppen a Fradi 2 ellen játszottak, akkor is ekkor az érdeklődés, mikor a Fradi 2 jön, vagy csak a Fradi 1? Hát azért a Fradi 1 jóval nagyon. Hogy látja a mostani Ferencvárost? Erősebb, mint amelyik 2019-ben volt itt? Úgy gondolom, hogy igen, erősebb. Szokta követni őket a nemzetközi kupában például? Abszolút szurkolunk nekik, minél tovább jussanak. Meg fogják érni a kupa tavaszt? Hát nagyon remélem, most már jó lenne hosszú évek után valaki megérni. És hogy látja a mai mérkőzésen, mit vár, mit érhet el az Iváncsa? Hát egy tisztes helytállásba bízom.